Posto che non voglio che ho messo che lui abbia dato bene il video quando fu con mette con torni e anche le pittine anche a voi moderne a zotti da hai due dolgo sciocorit che aveva la stanni cosa a zaka trescat che il cubarz bolo cosa e c'è chi ci veg quindi a casa di snack magari pitti poi di un stretto un po' a zotti non va stretto in quei pittani ugye most ide a hegy oldalba nyitni ugye megcsinálj egy parkettát és hát így most én egyszerűen mutatnám be nektek de azért megcsinálom nektek hát ha majd segít nekik a videóban ez a videóm ez hát ha segít azoknak akik szeretnének ilyet építeni azoknak. Ez lesz a mi házunknak az alapja. Így. Ugye korábban láthatok már ilyen házat a videóimban. Elkezdünk üvegezni. Kiválasztottuk, hogy hány blokk magas legyen belül a ház. Én most egy ilyen normális 3 blokk magasságot csinálok neki. Ugye. Bocsánat, üzenetem jött. Szóval most elnézést kérek, de ugye nem kapcsoltam ki a wifi-t, de mindegy. Jó lesz ez így is. Jöttek mennyi az idő? Ó, hogy csak 8 óra lesz, az akkor még belefér a videó. Féltem majd már kicsit később van. Úgy összeretem. Így egyébként jó is lesz, tehát már több olyan formát kapott a ház. Igen, ott van arról az a példa, ez a ház ott. Ugye alul is megcsináljuk, hogyha egy kicsit dizájnosabbra szeretnétek csinálni a házatokat. Így. Tehetek rá még egy kicsit is, hogy hát ha jobban látszik. Aztán majd bejáratot is kell még neki csinálni. Egyébként ugye, hogy ezt a Minecraftot ingyen letölthessem a telefonra, arról is fogok nektek csinálni tutorial videót. Egyébként a Svens Gotrónak, a videósnak köszönhetem, ugye egy videós társamnak, Svens Gotrónak köszönhetem. Őre is iratkozzatok föl, nagyon jó csatornája van, már mondtam korábbi videókban, keressetek utána. Ugye Svens és külön Gotró, úgy kell rákeresni. És akkor neki nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta, hogy ezt hogyan kell letölteni. Ugye kívülről elkészült a ház, csak belülről kell. Ki kell választani egy helyet a bejáratnak, majd fúrni kell a hegy oldalba egyébként. Így jó lesz. Ez most egy ilyen egyszerű, meg akkor lakberendezési tippeket is, ha szeretnétek, adok nektek szívesen, mert hát nem is tudom. Hát, hogy könnyít kicsit. Nem nagyon szeretném ezt berendezni, ezt csak úgy megmutatom. Aztán ki tudja, lehet, hogy a végén mégis berendezem. Mert csináljuk a parkettát, akkor ilyen kvarcbokból lesz akkor. Aztán egyébként ez a házhoz nem nagyon fogom inkább berendezni, akkor most így gondolkoztam olyanon, hogy csak úgy megépítek ilyen tippeket, hogy hogy tudnák jól. Ugye nappalit azt így kell csinálni, letesztek vörös szőnyeget, vagy hát
akinek hogy tetszik. Szép nappalit, ha akartok, kell hozzá nagy tévé. Azt megcsinálhatjátok fekete betonblokkból, így. És kell hozzá még ilyen DVD-s polcnak alulra, ilyen könyves polcot rakni. Ajánlom nektek. Ilyen hangblokkot kell rerakni, így. Na, oda nem tettem, akkor itt se teszek, az így a szexuálságát. Aztán így néz ki egy szép nappali szerintem. Vagyis hát még nincs berendezve teljesen, de akkor így lehet csinálni szép ilyen asztalt, de én így szoktam. De csinálhatjátok úgy, hogy csak egy lépcsőfokból kanapét azt így kell, ilyen lépcsőfokokból. És akkor ilyet teszed hozzá. És ez így egy szép kanapé, szép nappali egyébként. Akkor most térjünk rá a konyhára. Kifúrom neki a helyet. Jó. Oké. Kemencét lerakhattok, ha szeretnétek. A konyhában. Gondolom az elég fontos. Egy konyhához lépcsőfogol, mindegy, akkor abból csináljuk most már. Így. Ide is. Ez így jól néz ki, és akkor egy kraftoló asztalt még. Barkács asztalt leteszek, igen. Itt legyen már sárga színű, ne csak egy színű legyen az egész ház. Így azért szép lesz. Igen. Lehet, hogy legyen így, jó lesz. Remélem, hogy segít nektek ez a sok tipp. Így lakberendezés ez a házatokhoz. Hogyha Minecraftozik valaki közületek. Te könyves polcot. Így. És akkor is szépen néz ki a konyhánk. Így. Ezt. Igen. Így akartam. Igen, csapot még nem tettem le. Tegyünk le, győzes vödört, hol vagy? Füstet akkor. Ezt megtömhetjük vízzel, nem lávával, vízzel. Igen. És akkor mondjátok, mint egy ilyet. Jó, ez jó. És akkor kész itt a konyha. Parkettát azt választhatok magatoknak, én ide most ilyen sötétet teszek be. Könnyehoz jó lesz így. Világításnak ajánlom nagyon ezt tengeri lámpást. Nekem is jól bevált. Ó, pont rossz helyen fúrtam fel, mindegy, majd világít. Jó, bevilágítja az egész házatokat. És akkor fürdőszobához pedig még jó tippnek mondanám. A kvarcblokkból ilyen oldalmedence. Igen. A csap az ugyanaz lehet. És akkor így vízzel meg. Így. Ugye. Itt a nappali, akkor én nekem itt lesz itt a feljárója ennek a háznak. És akkor ide csinálhattok magatoknak feljárót. Én most nem fogok felfúrni ebben a videóban, de egyébként így lakberendezéshez ajtónak tudom ajánlani azt a sötét töltve ajtót, mert ez nagyon jó és szép és illik a házhoz egyébként. És ha már valaki így nagyon szeretne egy
valóságban is így kinézni itt. Vagyis hát, hogy amikor ki, hogy ha fel kell, és akkor itt ki akar jönni, akkor ide nyugodtan építhet magának egy teraszt. Így. Egy ilyen kis teraszt, ahol senki se jöhet be. És akkor innen ilyen szép kilátás van. Elkészült a kis modern ház, a másik az... Igen, kicsit bagol. Mindegy. A másik az kicsit másikhoz képest egy kicsit más lett. Remélem, hogy jó tanácsot adtam nektek ehhez a házhoz, és hogy ha tetszett ez a videó, akkor lájkold és iratkozz fel, és akkor igen, tényleg remélem, hogy sokaktok fog nektek tetszeni ez a ház. Remélem, tényleg tetszett, és akkor sziasztok, Indozó voltam ebben a videóban.